Sziasztok srácok, folytassuk hát a Tsushima végigjátszását, amit legutóbb ott hagytam abba, hogy ugye megmentettük nagybátyánkat, és átjutottunk a szigetnek a középső részére, amit én kamerán kívül szépen el is kezdtem felfedezni, ami nem volt egy egyszerű mutatvány, mert ez, amit láttok itt, ez egy olyan jó 2-3 óra hosszámba került, és látjátok, hogy ez körülbelül a szigetnek a fele. Vagy legalábbis ennek a résznek a fele. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy nem fogom még egyelőre felfedezni az egészet, hanem éppen annyit, hogy egy olyan 2-3 videóra elég legyen, aztán majd szépen eljövünk itt erre is. Na de, mielőtt tovább haladnánk, vissza fogunk menni az első régióba, mert azért itt is van még mit tenni bőven, mert ahogy látom, itt vannak még ilyen szentélyek, meg ilyen legendák, legendából is van kapásból kettő, szentélyből látok, vagy háromat, meg itt az előbb én láttam itt egy ilyen kérdőjelet, úgyhogy azt meg is fogom nézni. Nem tudom, hogy az ott miért nincsen felfedezve, miért csak egy kérdőjel van ott, neki lényegtelen. Gyere, lovam! Jó, és merre megyünk? Hol a szél? Arra megyünk, jól van. Hasi, nobe! Na, erre egyébként azért van szükség, mert, és ezt írta is valaki itt nekem kommentben, hogy azért kicsit unalmas, amikor azt látja az ember, hogy ez egy róka. Hogy 3 órán keresztül az ember nem csinál semmit, csak rohangál céltalanul. És megmondom az őszintét, hogy még játszani is egyébként így hosszú távon, így hogy egyszerre az egészet, az egész sziget részletet megpróbálom felfedezni, az is egy idő után azért unalmas, mert egyedül ami egy kicsit feldobja a felfedezést, az a mongol hadjáratoknak a ritkítása. Semmi más, ami így feldobna. És azért valljuk be, hogy az eléggé random. Na, meg is van az első szentélyünk a mai részben. Lesz még egy jó pár. Bambuszgyakorlótól kezdve lesz itt minden. Inari szentélye megtisztelve. A csendtalizmányához még kell 3 darab ilyen róka szentély. Jó, az megoldható, mert 3-nál jóval többet fedeztem fel a szigetnek a középső részén. Na, azt mondja, hogy ha ezzel megvagyunk, hát sajnálatos módon itt azért van egy kis köd. Úgyhogy most egy kicsit lovagolni fogunk. És igen, szándékosan van rajtam az utazó ruházat. Ami egyébként nem túl okos gondolat, amikor harcra kerül a sor. Mert akkor nem sebzek akkorát, meg a védelmem sem olyan jó. De a felfedezés véget ez kell. Keci, nem itt indult a játék? Amikor megkaptuk az irányítást. Már amikor átváltott a játék open worldre. Mert ez szerintem az. Vagy legalábbis nagyon hasonló. Na most én ezt csináltam így 3 órán keresztül. Így barangoltam, aztán térkép. Még barangolnom kell egy kicsit erre. Hát igazából itt nincs is már semmi, úgyhogy mehetünk tovább oda a tisztás felé. Bocs, hőforrás. Nem mindegy. Tisztás vagy hőforrás. Hőforrás az van itt bőven nekem is a szobában. Maradjunk annyiban. Az egész szoba egy nagy hőforrás, ami pusztulat van. De többet nem panaszkodom, ígérem. Eleget panaszkodtam mostanában a Red Dead Redemption 2-ben arra, hogy milyen pokol van. Ezt a hőséget egyébként nem embernek találták ki. Jó, most erre igazából én el is mehetnék. Oda szépen fel. De amúgy meg hülye vagyok, mert hogyha elmennék és felfedezném itt ezt a tanyát, hogyha itt felszabadítanám, az itt elég nagy részt feloldana nekem.
Úgyhogy lehet, hogy inkább oda kéne menni. Sőt, menjünk is inkább oda. Új. Low. Azért mondom, hogy itt van még mit tenni bőven. Ó, figyeld, várjál, a szél az erre visz. Van még itt tenni. Ó, oda nézzél már, mongolok. Nyugodtság van. Csigavér. Nem kell itt izélni. Hoppá. Jaj, te ijász vagy. Hopp, hopp. Látnék amúgy, az sokat segítene. Ennyi? Azt hittem, hogy itt azért egy kicsit többen vannak, meg itt meg kell majd mentenem valakit. Na mindegy. Ó, itt volt készlet. Biztos ezen veszekedtek, hogy ki legyen. Senki. Enyém. Na, szóval azt a falut. Igen, ezeket az infókat akkor szoktuk kapni, amikor ilyen útonállóktól valaki civileket megmentünk. És akkor mennyi biztonságos erre? Ah, de sehol se biztonságos, mert az otthonomat megtámadták a mongolok. És akkor szokták elmondani, hogy hát egyébként én itt ezen a tanyán lakom, de oké, akkor majd bízd ide, majd én megoldom. És akkor megyek, és akkor megmentek mindenkit. Mi hittem azt, hogy ez bambusz gyakorló? Na jó, a vadisztókat inkább hagyjuk, mert már öltek meg kamerán kívül. Na. Szerezd meg. Nem szerez, sebezd meg. Olvasni nem tudok. Na, szóval, mielőtt bármit is csinálnék, az öltözéket átállítjuk a Ronin ruházatra, mert az kell. Illetve a tapadós bomba dobók és nem. Dobás és a fekete, ez az. Jó. Tehát itt ellenségeket kell nekem megsebezni a bombával. Oké, hát nem sok ellenséget látok eddig. Jó, azért már itt vannak. Nézd csak! De ez nem is az. Ki van egyáltalán fejlesztve a bombám? Ez baj. Ez baj. Ez baj. Ez baj. Szóval ez így működik. Fekete por bombával. Ez füstbomba, tapadós bomba, dobókés. Oké. Okay. Itt van. Kör. Ja, hogy ezt csak így dobni kell. Jó, nem szóltam. Ezt kérem. Na majd most másodjára. Nem! De! Hallod? Őt támadjad már! Jó, ez megvan. Na, azt mondja. Egy túszt megmentettük. Rég nyomom előre felé a sticket, hogy a izét támadja, aki meg akarja ölni a túszt, és az pont az ellenkező irányba támadjon. Na, egy megvan.
Ha nem bánod, én szétnéznék. Tehát egyel megvolnánk. Jó. A dobók is, az teljesen jó helyen van ott. Bár mondjuk nem hiszem, hogy itt olyan hú de sok minden lootolni valót hagytak volna nekem. Ja, és ide fogtok bemenekülni. Jó. Azt mondd el nekem, hogy hol vannak a többiek. Ott. Ott van egy. Nem már, nem azt kell nekem, hanem ez. Nem mész. Hopp! Nem! Túl veszélyes? Akarsz fogadni, hogy nem? Azt figyeld már, te itt mit nézegetel? Rip! Hát ne harizzál, de... Nem érdekelsz. Na, kérem vissza a késemet. Jó, megvan még egy. Jó, ez egy félig meddig ilyen lopakodós küldetés, vagy ügyeskedni kell, hogy... Hogy... Ha észre is vesznek, akkor ne jöjjenek meg egy túszt sem. Jó. Erre itt viszont van vesző, ezt kérem. Meg kéne keresni a következő túszt. Hol vannak? Hát de most tényleg. Állj, itt lesznek. Csak szépen okosan, nem kell itt kapkodni se. Észreveszel? Szoszó. Azt a nagy melákot kéne még egyébként elintézni, akit itt az előbb láttam. Milyen kedves pont háttal áll. Ó, ott is van, és ha jól látom, ő ijász is ráadásul. De mi? Douglas! Douglas! Kösz vissza a dobokést. Meg egy kegyelemdöfést, cseh. Na mi van, mi? Szabad vagy. Jó van, ne ordibáljál meg, ne mondd meg, hogy mit csinálják. Úgyis kiszabadítlak, ha nem ordibálsz. Mennyi oda a többiekhez? Ja, 5000 lesz. Na, húzzál innen. Na, jó. És akkor már csak az utolsót kellene valahol megtalálni, ami egy kicsit problémás lesz, mert már ezt a harmadikat is alig találtam. Aha, ott lesz. Ott lesznek szemben. Ott látok egy mongolt. Egy gurva mongolt. Na, ebbe a toronyba viszont felmászunk, mert láttam fent lótot. Legalábbis remélem, hogy az. Jézus, de magas. Ui! Öt készlet. Semmitől több az. Jó, és akkor valahol itt van az utolsó túsz, ha minden igaz. Legalábbis feltételezem. Aha, ott van, látom már. Nem, nem. Így, bujjál a fűben. Nem riadóztatsz! Igen.
Ez baj. Döglés. Elfogytatok? Szerintem el. Kérem vissza a dobókésemet, kösz. Nem, kibújik! Felveszi a lootot. Ott van. Nem átbújik. Hú, amelyik ezt kitalálta. Az, készletek. Mennyi szabad vagy. Mondanita. Akkor viszont itt lesz valami bunyó a végén, nem? Nem. Azt hittem, hogy még majd jön a nagy góri. Mi az, hogy megölted az embereimet? Anyádat? Hirtelen milyen szép színes lett minden. Na. Nem, iszol. Úgy látszik, hogy ezeket a kappákat nem csak a Nióba vették bele. Na. Szóbeszéd a térképen. Nézzük csak meg. Na elvileg akkor ez felold nekünk egy elég nagy területet. Így van. És akkor még itt is. Na de. Fegyverkovács az még nope. Ajándékoltárhoz csak el kéne majd nézni valamikor. Na, azt mondja, hogy elnézzünk még ide erre. Tudom, térkép frissítve, bla bla bla. Viszont nekem kell vissza az utazóruházat. Így, illetve technikáknál tanulni kell. Ez mit csinál? Ja, értem. Ó, ez már jöhet is ide azonnal nekem. Na gyere, Deluxe Low. Megyünk egy kicsit felfedezni, nem sokat. Épp csak annyit, hogy itt elnézzünk erre. Egyébként rájöttem a best taktikra, hogyha magasra lúgunk le a lóval, és pofára esés lesz belőle. Majd biztos, hogy lesz ilyen. Jó, erre szerintem nem igazán van semmi. Nem úgy néz ki, mint hogyha itt lenne bármi. Pár vaddisznó, hurrá. Ha vigyázz, támadni akar. Meg kell ritkítani. És itt igazából ennyi. Na mi van, mi? Hú? Kösz. Ó, hogy te még nem haltál meg? Mi is sajnálatos, hogy de. Na és ilyen emberek szokták elmondani, hogy melyik falu hol van és hol van veszélyben. De né, még csak ad valamit. Én sose derül ki, hogy mit ad. Ja, itt a lovon. Na, térkép. Jó, még egy picit lovaglunk. Szétnézünk. És utána viszont gyors utazva megyünk. És csinálunk ilyen legendákat, meg mindenféle jóságot. Csak ott az viszont ilyen lootos szekér.
Kart ki kart! Remélem nem fogom elcseszni. Ne ordibálj! Egyszer. Kétszer. És háromszor. Nálad mi van? Ó, hogy te pajzsos vagy. Nézd csak, hopp! Ez a véleményem pajzsosokról. Utálom az ilyen bombás hülyéket. Dobálnak mindenfélével. Fej! Nem szép dolog. Na, most hogy ezzel meg vagyunk, még egy picikét elindulunk erre. Mert itt van egy rókajuk. Na vezessél hát. Nem tudom egyébként, menj már. Nem tudom egyébként mennyi rókajuk lett. Látom, hogy hova kell menni, úgyhogy nem is kell a róka. Nem is kell a róka. És ez a madár, ez olyan hová akarna elvezetni? Ja, én nem erre gondoltam, de megvan. Most már tudom, hogy hová akar elvezetni a madár. Én a róka szentét, én oda tippeltem, de ott meg teljesen más van. Nem baj. Én azt hittem, hogy ide fog hozni. Fujin titka. Jó. Na, ezekkel meg vagyunk. Mi volna, ha én erre eljönnék? Meg mi lenne, hogyha közben jönne a lovam is valahonnan a hátam mögül? Hogy ne kelljen rohannom állandóan. Hé! Hey! Az a madár engem vezet valahol? Szóval az a madár engem vezet valahová, csak random így elrepült. De amúgy tök érdekes, hogy be van járva a szigetnek az a része, az a csücske, és nem igazán tünteti el róla a ködöt. Ami fura. Na mindegy, tehát akkor itt ez a rész, ez itt be van járva. Jó, akkor viszont eljövünk ide. De, gyors utazva, harc során nem elérhető, ki harcol? Ja, én. Nem menekülsz. Tanú védelem, ezért kaptam trófeát, mert hátba lőttem egy menekülő mongolt. De hát ilyet én már csináltam korábban is. Na mindegy. Mi az, hogy még nem... Nem is harcolok már. Bambusz tele, akkor ott valamit fejleszteni kéne. Rövid íjon vagy valamin. Most már van gyors utazás? Van, köszönöm. Jó, megcsinálunk még egy-két ilyen dolgot, és akkor megyünk gyors utazni, mert fejleszteni. Na, halászfalu. Lehet, hogy nem kéne itt leugrani. Pedig ilyen csak arra kell menni. Hogy megyek le? Jó nagy kerülővel, kösz játék. Na gyertek! Ó, bokker, még mindig a utazóruha van rajtam. Az harchoz nem a legjobb. Yeah.
támadj, na. Hátba szúrtál volna, te mocsok. Ja, mondjuk ilyet én is szoktam csinálni. Készletek 30 darab. Várj, itt még valaki nyögdítsel. Ó, te szegény. Előbb kifosztalak, és utána jönlek meg, hogy annak tudtában halljál meg, hogy megloptak. Na, oda kéne lejutni valahogy. Úgyhogy ne dögöljek bele. Nem merek lecsúszni. Nem merek lecsúszni. De ide miért nem raktak egy levezető? Ó, nem szóltam. Mert van. Ui! Ah! Nem baj. Az még nem halálos. Utolsó mondatok egyike. De halálos. Hát innen fentről nem tűnt olyan magasnak, na. Tényleg nem tűnt magasnak. Jó, akkor másszál le így. Na. Oda. És mit kell vele csinálni? Ú, ott már látom a mongolt. Ott már látom a mongolt. Ó. Hát az... Nem biztos, hogy menni fog. Három ellenséget megölni egy láncgyilkosságban. Tele vagyunk, jó. Ezt ugye nem hallotta senki. Hát, hogy tudok innen mellé lőni? És egyik se ordít a haverjának, hogy haló? Ellenség a közelben. Még mindig? Még mindig. Melyik az és hol? Te? Az a helyzet, hogy ezeket egy helyre kellett volna csalni. Az a nagy harci helyzet. Még mindig van ellenség? Jaj, nem is ide kell jönni. Nem ide. Csit már, majd én tudom. Így. Na ez egy. Meg kell keresni a többit is. Ui! Aha. Ah, lehet mászni a kötélen, király. Erre voltam kíváncsi. Hol a tuszitusz? Ott.
És ő hogy nem lát? Valaki viszont igen. Nem bánnám, hogyha ő oda menni a haverjaihoz. Jó, hát ezt nem fogom megcsinálni, hogy egy helyre csaljak három ellenséget, és úgy öljem meg őket. Ez ki van zárva, hogy én ezt a bónusz feladatot megcsinálom. Halljál már meg! Jó. Ez teljességgel ki van zárva. Lőszer tele. Jó, meg kéne keresni még a harmadikat is. Aki szerintem erre lesz. De volt már, hogy tévedtem. Nem, jó van. Jó felé jövök. Na, azt mondja, hogy hallgatózzunk kicsit. Na de nézd meg, ők is csak ketten vannak egy helyen. A harmadikat kéne valahogy oda csalni hozzájuk. Ó, ez hangos volt. Csend legyen. Vagy nem így kell ajtót nyitni, Jean. De most lopakodás van. Elfogytok. Így kell ajtót nyitni. Hát a bónusz nem sikerült. A játék nem igazán tette lehetővé, hogy én azt megcsináljam. Én meg így csalogatni biztos, hogy nem fogom őket. Na. Jó, már ébresztő van, keljetek fel. Dolog van. Új, ilyen fejpánt egyébként kéne nekem is. És akkor nem fogyna az izzadság a homlokomon. Hahaha, ebben a nagy melegben. Vagy még inkább melegem lenne, mert melegítene. Na, ez megvan. Viszont itt van valami.
Hol? Hakiro, Nobu! 80 méterre, erre mi van itt? Hát te mit rísz? Moshi, ohanashi ga gozaimasu. Most is beszélsz. Mōko nara ba satta zo. Mōko dewa naku, zoku no ichimi ga Komoda wo arashi mawatte iru no desu. Watashi no kazoku mo minna goroshi ni hidoi arisama de. Ore ga kataki wo utte shinze yo. Dōko de korosareta no da? Waga ya desu. Koko kara kita no kawazoi. Soko kara ashiato wo utte miru. Onushi no na wa? Saki to moushimasu. 家族の無念必ずや晴らそう。A nevető banditák. Jó, szerintem kontroller fel van töltve. Úgyhogy azt szépen kihúzzuk. Na! Jó van, de viszont... Én most itt lootolnék egy kicsikét, nem sokat. Jó, tisza fa, az kell. Olyan messzire kell menni? Hát majd mindjárt fürdőhöz. Csak én itt ezt... Ja, azt nem tudom felvenni. Jó, hát akkor figyelj! Ide ez a fürdőhöz itt szépen elmegyünk, és nem kell azt a 800 métert lelovagolni, mert szerencsére a játék van oly kedves, hogy gyorsan betölt. És akkor ez a 800 méter már csak 140. Jippikájé, majd... Mi? Nem. Ezt fel tudom venni, vagy tele vagyok vele. Bambusszal tele vagyok. Azért kéne fejleszteni. Valahol... Valahol itt. Aha, itt lakik a Saki. És innen kell követni a banditáknak a nyomait. Úgyhogy itt most ilyen Daryl Dixon lesz. Nyomokat kell majd keresnünk. Oké. Volt ellenállás, tehát nem álmukban támadták meg őket. Hidegvérrel ölték meg őket, hát ez várható volt. Térkép jelöli ezt a helyet. Mit mond? Mit mondta a térkép? És végre együtt lehetünk. Kint kell körülnézni. És kint ugyan vajon mit fogok találni? Várja. Ó, kutya. Csoró kutyát is. Mondom én, aki ugyanúgy levágja őket. Jó, hozzáteszem egyébként, ha nem lenne muszáj, nem bántanám őket. Jó, hát ezzel a hallgatózásra sokra nem megyek. Á, itt vannak a lábnyomok. Rengeteg ember. Aha. Hát akkor lábnyomokat követünk. Várja, ezek gyalog voltak, tehát akkor olyan nagyon messzire nem mehettek. És tényleg sokan voltak, azt a rohadt. És ez milyen hülyeség egyébként, hogy csak néha hagynak lábnyomot. Mentés volt, tehát akkor valószínűleg közeledem. Csak kicsi. Hát te... Ezt a Komodát már nem most hallom először. Akinek jó móka.
Az olyan messzi van? Hát nem akarok bemenni gyors utazva a faluba, mert mi van, hogy egy ellenségnek az arcába tesz le a játék. Úgyhogy inkább egy közeli ponthoz megyünk el. És onnan közelítjük meg a komodai romokat. Virág! Hopp, ez magas lesz, ez magas! És a játék berakott ide. Hát ezek a banditák, ezek tényleg nevetnek. Na. Na. Hát ezt valahogy pont így akartam. Jó, mondjuk az első érkezés a faluba az egy kicsit poénos volt. Vagy egy kicsit magasat zúgtam, de hát na. Na-na. ハルオって言う族の頭に惚れちまったんだ。米の隠し場所まで漏らしてね。その女はサキか。そう、サキ。だけどハルオとメオトになるどころか。結局家族を殺され、米を奪われ、しまいには捨てられた。サキの家族の敵討ちに参った。消え失せろ。 Nem kötelező. Öld meg a banditákat. Mi az, hogy nem kötelező? Dehogy nem. Hülye vagy játék? Hol a bandita? Tényleg hol vannak? Tényleg hol vannak a banditák? Szóval így már értem. Világos. Világos a dolog. Tehát szerelmes volt a nagyságos asszony, és átbaszták a fejét a banditák. Hát azt te... Te itt ki vagy, vagy mi vagy? Te ki vagy itt? Nani o sian shite oru? Yakkai goto ka? Ima wa yakkai goto bakari desu ga...麗しい知恵へ行けばしばらくは忘れられるものです。以前鳥の群れを追うと心が落ち着くようなところにたどり着きました。和歌を一首読むのに良さそうだな。おお。戦に備えて心を静め体を休ませておきたい。早く戦が終わることを心から祈っております。ええにし。んな。 Hol van 130 méterre? Várja, akkor a banditák itt lesznek, hogy még mindig aktív a feladat? Csak nem lesznek itt banditák. Előbb tisztítottam meg a falut tőlük. Meg mindenkitől. Húha, te most mit fogsz kapni tőlem? Saki-wa-dogo-da? 川に身を投げました。家族が死んだのは自分のせいだと思ったようでして、お主があった族にたばかられておったのだ。体を売ったというのに。それはありがたい。きっと先も成仏するでしょう。おお。
mit mondjak. Hülye volt, átverték, és magát hibáztatta. És nem bírt ezzel a tudattal együtt élni. Ennyire egyszerű a dolog. Na, azt mondja, hogy kell nekem a fegyverfejlesztés. Mi kell már a fegyveremhez, hogy tovább tudjam fejleszteni, mert komolyan mondom. Mi kell még hozzá? Ó, meg 15 vas. Ami mi volna akkor, hogyha ide eljönnék? És mi van, hogyha itt az ajándékoltárnál van annyi vas? Hoppári. Mi jutott az eszembe? Csitmadár. Jó, a maszk nem érdekel. 5 bőr. 5 acél. Tiszafa. Készletek. Ajándékok, trófea, köszönöm. Ennyi? Na bakker. Na, fejlesztünk az íjunkon, habár nem fejlesztünk az íjunkon, mert akkor készlet meg nem marad majd a kardra, hogyha esetleg arra kerülne sor. Jó. Ez itt mit csinál? Adacsi birtok. Az most nekem nem kell. Vas. Aha. Ezt szépen bejelöljük. És... ez itt mi ez? Fehér festék. A csillag. És ami alatta van... az 3 ikon egy helyen. Mindegy, amúgy is oda kell menni. Mert... szerintem ettől közelebbi pontom nincsen. Ezt meg már elvileg megcsináltam. Igen. Na bár de ez a rókajuk, ez közelebb lenne. Most már mindegy. Au. Juhu! Hát ez nagyon közel volt amúgy, hogy kitörjön a bokám. Főleg, hogy rossz felé kezdtem el mászni. Gyerünk, ló! Vigyél el a batanyába. Ha ott már látom, ott már fel van gyújtva minden. Hopp! Itt a best taktik! Ha látod, hogy el fog zakózni a ló, ugorjál le a hátáról. Jó, hát itt így nem akar lemenni. Várjál, erre. Erre. Ui! Közben jöhet aló, mert azért ez távolságem. Főleg gyalog, 300 méter, ne viccelj. Ó, virág. Százhetven, fél úton vagyunk. Összecsapás kivet. Új tizék lesznek. Jó. Itt lesz tücsök. Az vagy te. Na. Gyere te pajzsos. Na. Hát ez nem pont úgy sikerült, ahogy én azt elképzeltem, de élünk, és most csitt.
Az lehetséges, hogy én itt már jártam. Valószínű. Akkor itt viszont a cirépelős tücsköt már kiengedtem. Mindegy. Na. Igazából én át is öltözhetnék a Roninba. Mert egyelőre jó lesz ez. Mert most olyan helyeket járunk be, amiket már nem igazán kell felfedezni. Tapadós bombával. Na, az ilyen feladatokat, amiket lehet teljesíteni, már szeretem. Mennyi tusz kell? 3-at. Mi az Isten? Kutya. És a tapadós bombát mivel dobom? Á, megvan. Vigyázz, robbam! Vigyázz, robbam! Várjál, ebből még én is kaptam, haló! A perfect dodge. A perfect dodgeból egyből kapta az oldalba szúrást. Ellenség a közelben. Hol? Ez a te marha? Jó, hát jó van, mongolok azok mind marhák, de... Ja, hogy ő? Hát hello, mi? Te mit íjászként, mit keresel bent a házban? A minimum a tető. Nem bent egy szoba. Biztonságban vagy? Na, hogy biztonságban vagy. Jöhet a következő adag. Na. Aha. Megvan a következő túsz is. Ácsi. Látod? Ő minimum egy intelligens íjász. Volt. Míg élt. Hajolj már le. Van egy ötletem. Hello! Anyádat lősz le olyan messziről. Sicsutty! Dobókés, köszi. Na és akkor még van egy harmadik is. Ó, nyilat kérem. Acél, nagyon jó, de nekem vas kell. Na! Azok madarak. Hát én körbenéztem, hogy hol lehet a harmadik túsz, sehol nem láttam mongolt. Pedig valahol vannak. Csak el vannak bújva. Istenben. Lehetnek, ott vannak. Hú.
nem mész sehova. Csit legyen! Nyugodjál megfelé, ura vagyok a helyzetnek. Mit kell itt aggódni? Ki az a Gosaku? Ez egy kulcs. És ez a jagatot anyám van, oké. Ja, hogy a... Akkor nem is kell olyan messzire menni, akkor valamelyik házba be kell menni. Bónusz feladat teljesítve. Honnan tudom, hogy melyik házba kell bemennem? Nyilván jelölni fogja valahogy. Akkor kapunk egy új armort. Az meg nekem kő. 12 vas. Na már nem kell sok. Tehát melyik házba kell ez a kulcs? Hova? Melyik házba kell a kulcs? Ezt mondjuk elárulhattad volna. Azaz kérdőjeletne, hogy tegyél? Vagy egy széfikont? Bocs! Talált, kaptam egy kulcsot, nem tudjátok, hogy melyik házban van a cucca? Jézus úristen. Mi lenne, hogyha a nagyba találnám meg? Hello. Emelet. Hát ez nem nyert. Ezek meg a beállítások. Hol vannak a kulcsok? Előbb már megvolt. Négy világított, meg a 8-ból. Szentély, még csak 4-et mászta meg a 16-ból. Úristen. Rekék. Fontos tárgyak. A kulcs az elég fontos. Ja, hogy ja, el kellett volna olvasni, hogy mit ír a leírás, tehát a 6 kulcs egyike. Jó, ez egy kulcs, oké. Akkor ne nagyon keressem. Jó. Most már ezt is tudjuk. Kartfejlesztés? Még mindig nincs. Picsába. Ha ide jövök, ez acélt ad. Nekem vas kell. Jó, de hát attól függetlenül, na, hát meg kell csinálni. Most, hogy most nem azt ad, amit én szeretném. Na, mindegy. Megcsináljuk őket. Nyugi, a mai részben lesz küldetés is. Nem csak ilyen felszabadítós dolog. Mindenki nyugodjon lapicsába. Csak most én ilyen én megmentő, ilyen felszabadító vagyok. Egy túsz mellárok. Fekete borbomba, már megint. Az... ez szélcsengő. Oké. Hát, nem tudom, hogy mennyire fog menni.
Ez csak bomba. Na. Kelj már fel! Nem ülheted meg! Azért valljuk be, hogy beszart a csávó. Tuti. Tuti beszartál, hogy meg fogsz halni. Én is. Nem gondoltam volna, hogy egyszer-kétszer meg fogom menteni. Na. Oké. Az a bajom, hogy elfogyott a bombám. És még egy embert meg kéne, hogy sebezzek vele. Ez szomorú. Akkor a bónusz célt nem fogom tudni teljesíteni. Ott meg nem tudok felmászni, túl magas. Azt ihanyan vagytok. De megint nem azt támadja, akit kell! Ezt kikészít. Hol vagy? Ja, itt. Kussasz. Légy óvatos. Pusztán kíváncsiságból. Vissza fogok menni oda a faluba. Ez a madár ez hová visz? Hát, bocs, de én ott nem tudok felmászni. Hová hozol? Ez egy haiku. Oké, kösz. Na. Viszont még egyet meg kell menteni, egy túszt. És sőt, még azt se tudom, hogy hol van. Várjál, itt már látok valakit. Ja, hogy te egy megmentett emberke vagy, oké. Nem tudod, hol tartják fogva többieket? Most tényleg. Vajon hova kell mennem?
Aha. Hallod? Alig estél valamit. Megvannak közben. Ó, rossz gombot nyomtam. Ne! Döglis! Nem! Döglis! Kösz! Kérdés, van-e még mongol a közelben? Nyilván az utolsó ember dob ki egy bombát. Picsába. Buktam a bónuszt. Miért az utolsó el nem dobta ki? Mókoni koroszarelu kata omoimashita yo. Yatsura kosaku-sama no yoroi o sagashitorimashita. Kagi o oyuzuri shimashou. Anata ni koso fusawashii. Kosaku no yoroi kanarazu ya mamotte mise yo. Tehát ilyen falukban fogom megkapni a kulcsoknak az egyes darabjait. Aha! Jó! Tehát akkor ezeket a falukat mindenféleképpen szabadítanom kell főfelé. Világos. Hogy eltűnt az alma a kezemből? És kaptunk érte 8 acélt. Jó, jó, ez tetszik. Na, azt mondja, fedezi ott fel egy nagy területet. Nagyon jó. És ez azért jó, mert ide elutazunk. Fene fog felmászni még egyszer. És írunk egy verset. A halálról. Arról nem akarok. Békében nyugszik, a többit meg se nézem. Jaj, nem is nyugszik, hanem nyugszunk. Na, én nem tudok ma olvasni. Halálfejpántja. Felnevedd. Jó, nem vette fel. Na, szóval, ezzel megvagyunk. Most. Akkor. Ez is acélt. Nekem vasat. Olyan nincs, amelyik vasat ad? Tudod, mi az a vas? És acél. Na mindegy. Ma ilyen felszabadítós küldetéseket fogunk csinálni. Ja, erre. Nigra. Na. Az ott egy maci. Szegény. Tapadós bombával kell megölni őket.
Hát jó. De csak egyet. Hát gondoltam, hogy bele vágok is. Utána megdobom bombával. Ú, ez a kurva madár! Jó lenne tudni egyébként, hogy hol vannak a túszok. Jó, megvan, hogy hol a túsz. Nem ölheted meg! Lesz a bomba! Azok. Azok ott a távolban. Azok vannak itt közel, ellenség. Ne hülyéskedjél, mert most attól, hogy ezek itt mennyire messzi vannak. Nem! De ezek másik túszra vigyáztak amúgy, csak mondom. Anyádat, madár. Jó, hogy nem haltál még meg. Hát nehogy emiatt ne tudjam már kiszabadítani az emberünket. Na, ugorj fel. Erre ennek észlet van. Ellenség a közelben. Hol? Annyira közel vannak a túszok egymáshoz, hogy először az összeset, az összes mongolt meg kell ölnöm. Anyádat! Menj már, madár! Azt az jó mellé lőtti. Igen, annyira közel vannak a túszok egymáshoz, hogy azért nem tudtam megmenteni eddig egyiket sem. Jó, így ez világos, ez tiszta sor. Új. Most már egyébként kíváncsi vagyok, hogy milyen páncélhoz kapom a kulcsokat. Te mit ordibálsz? Mert most itt a harmadik is adni fog egy kulcsot. Ami azt jelenti, hogy akkor lesz már három a hatból. Ennyi nem.
összedobok és előszek. Jó, szóval ez is kész van.村の恩人だ。鍵は持ち去られてしまったか。鍵なんて欲しけりゃくれてやる。護作の鎧なんて昔話ですからね。鎧は作り話だと？もちろん。鍵は差し上げますので確かめてみられては。 A csávó egy olyan kulcsra vigyázott, amiben nem hisz. Ó, ez az. Mert van 3 pontom, majd el kéne osztani őket. Jó, mondtam egyébként, hogy van még mit tenni bőven itt ebben a régióban. És attól függetlenül, hogy megvan a második. Még az elsőben is van mit tenni bőven. Oda nézzé, hopp! Jó. És akkor... ide kéne eljönni ezt megcsinálni. És ehhez viszont a legközelebbi út... az a baj, nem látom a domborzatot. Na mindegy. Azt mondjuk jó lenne látni, mert akkor tudnám, hogy merről menjek. Merről egyszerűbb. Kutat anya. Na nézzük, milyen feladatokat kapunk. Fekete porbomba már megint. Ez csak az a bajom, hogy... 2 darab van. És 3-at kell vele megsebezni. Le ne menjél! Le ne menjél! Ez nem hajdó. Negyem harcinta. De ez csak egy volt. Vágd már le. Na. Hé, nem is ehhez a túszhoz jönnek, hanem egy teljesen másikhoz. A kurva. Én azt hittem, hogy ehhez a túszhoz fog jönni. Hogy az a rohadt életbe? Arról nem volt, hogy ennyire közel van a 2 túsz egymáshoz. És most teljesen másik bónuszt kaptam. Te hülye vagy? Lángoló ellenségeket. Hogy öljek meg lángoló ellenségeket? Nem ölheted meg! Ó,
Nem látok, bazd meg! Fejezd be! Azokat nem akarják megölni a túszt? Bánom is én. Persze pont bennem reménykedtél, senki másban, csak bennem. Na még téged is felsz. Kell a dobok és eldobáltam egy csomót. Arigató. Légy óvatos odakint. Jó. És hol a harmadik? Rohadjak meg, ha látom őket. Fel kéne menni oda a magasba. Vagy nem? Megtaláltam őket. Lángoló ellenséget. De hülye vagyok, baszki, hát. Ah, ez szép volt. Jössz le! Anyádat! Megcsináltam a feladatot. Öljek meg lángoló ellenségeket. Hogy ez nem jutott eszembe, hogy nekem van lángoló nyílvesszőm is. Inkább azt mondd meg nekem, hogy hol vannak még ellenségek. Maradj egy csendben, ellenséget keresek. Ott. És igazából szerintem most fogytak el. Ne ordibáljál már, hát a magadra hívod a figyelmet. Ide csalsz még több bongolt. Akkor add a kulcsot. Köszönöm. És van egyébként a kulcsőrzők, tudják, hogy ki a másik kulcsőrző? Tehát úgy tisztában vannak vele, hogy a kis Jóskánál van a második kulcs, a Nagy Bélánál a harmadik, és így tovább. Ezt vajon így tudják, hogy ki vigyáz a kulcs többi darabjára? Tehát így megvan? Harc a szigetért. Kaptam trófeát. És növekedett a hírnevünk is. Yeah! Kalapára tetőt, haver. Kalapáját csak.
Ébresztő. 8 acél. De nekem még mindig az a 10-valamennyi vas kell. Érted? Amikor az acélt kerestem a játékba, egyet nem találtam. Most a vasat nem. Na, az ott kész. Ácsi. Te itt mi vagy? Ott van valami kint. Ha tippelnem kellene, akkor vagy egy haiku lesz. Világító torony nem hiszem. Vagy skin egy kardra. De ott vannak mongolok. Ugye tudjátok, hogy ti nem maradhattok életben? Nem! Én mondtam. Nem maradhatnak életben. Ez kardra skin. Nem baj. Legalább tudjuk, hogy ez is itt van. A becsület oszlopa. Ezek is kellenek. A harcos ecset vonása. Itt van egy tekercs. Na, ez megvan. Na várjál már. Oda ki lehet menni? Oda. Ott van egy ilyen kisebb szikla. Ott már voltam. Szerintem. Szerintem ott már voltam. Testvérsziklák. Várjál csak. Onnan gondolom, hogy ott már jártam. Vagy a fene tudja. Nem. Ott lent még nem voltam. Hogy megyek le? Tudni akarom. Valami hasonló helyen jártam már, de az nem itt van. Ó, bakker. Soha büdös életben nem fogok tudni oda lemenni. Hát ez megkötözve meghalt. Hol megyek le? Erre? Szeretném tudni, hogy hol kell lemenni. Hát, könnyen lehet, hogy erre kell. Előfordulhat. Hát ez igen csak lefelé visz. Mégpedig valószínűleg le a vízhez. És ez levisz a vízhez. Én már itt egy zászló. És itt van a másik tekercs. Hát ez jó buli lesz oda elúszni, csak mondom. Mondanom se kell.
Hogy oda jó buli lesz elúszni. Hát mennyit rohantam. Nagyon merem remélni, hogy megéri oda elmenni. Uhi! De hogy nincs a játékban rendes gyorsúszás. Vagy nem jöttem rá, hogy van. Azt hiszem megérkeztünk. Rattul kíváncsi vagyok, hogy mi lehet itt. Mert még a térkép sem igazán jelzi, hogy itt van bármi is. Na jó, Jean, elfáradtál? Ez egy zászló volt. Bőr. Tiszafa. Acél. Figyeld, figyeld. Van vas! Vászon. 10 vas. Tüzes nyíl. Tapadós bomba. 52 készlet. Az itt volt bőven. Na, ez viszont arra volt jó, hogy én ide visszajöjjek, mondom ide. Ide visszajöjjek. És fejlesztünk a kardunkon. És hogyha marad elég készlet, meg mindenféle jóság, akkor az íjat is felrántjuk egy kicsikét. Úgyhogy most legyünk a fegyverkovácshoz. Gyere csak ide. Figyelj, már találtam elég nyersanyagot. Elég sok időbe telt, de találtam. Vásárolj. És mi kell a következő szinthez? Úristen, arany. Honnan az anyámból szerzek aranyat? Hülye vagy. Csoróság van. És maradt annyi nyersanyagom. Ne ordibáljál már. Maradt annyi nyersanyagom, hogy még az íjat is tudom fejleszteni. És ráadásul maxra. Ezért nem járt trófea? Ezért is járhatna egyébként trófea, mert kimaxoltam. Jó, és ez a madár, ez hova akar engem elvinni, mert itt már... Várja már. Itt kivel lehet beszélgetni? És mit mondasz nekem? こうした戦の最中では神に助けを求めてはいかがでしょう。社は鳥居の向こうにあります。頼みを聞き入れてくださると良いのだがな。聞いていらっしゃるし、見ていらっしゃる。鍛錬を続ければ答えてくださるでしょう。そうだな。励むとしよう。 Ez csak információ volt. Na! Most, hogy ezzel megvolnánk. Várjál, volt egy kérdője, jól láttam. De hogy volt? Rosszul láttam. Állj! Ez milyen ikon itt? Ja, ez a zászlós ember. Jó, jó, jó. Megvan, megvan. Csak elég ritkán járok hozzá. Minden zászlóért cserébe elmond nekem egy történetet. Mindegy, most még a páncélt is húzzuk egy kicsit. Melyiket lehet húzni? A Ronint nem, az utazót viszont igen. Na, mondjuk az a 30% az mehetné egy kicsit magasabbra is. Így kár el pazarolni rá. Jó. Mert én az utazó páncélt csak azért használom, hogy a térkép felfedezés miatt, de így még nem sok értelme van, hogyha a 30% nem növekedik. Na. Felszabadítottuk a területeket, most viszont úgy néz ki, hogy... Hogy. Jó, tudom mi lesz. Srácok,
a mai rész legyen ennyi. És a következő részben el fogunk jönni, megcsináljuk ezeket a mitikus történeteket, amiből itt ebben a régióban van kettő, meg meg fogjuk mászni ezeket a szentélyeket, amik vannak. És hogyha kijövök ide teljesen, itt ide is, hogy fel van szabadítva, úgyhogy ez fasza. Tehát ezt a régiót nem sokára kimaxoljuk. Az pedig a következő részben lesz. Mert mondom, már itt már nincsen sok minden hátra. Mert van ez a kettő, meg pár ilyen cucc. Ilyen szentély. Amiket ugye korábban nem tudtam megmászni, mert nem volt nálam a kötél. Itt volt egy-kettő olyan. Na, srácok. A következő részben ezt a régiót még befejezem, ezt a pár dolgot, és akkor szépen elindulunk erre felé, ahol viszont már jócská lesznek itt durva dolgok. És a következő részben haladunk is a sztorival, úgyhogy több mint valószínű, hogy a mai résznek az lesz a címe, hogy Jin, a felszabadító. Na, én köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!